Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Térségfejlesztés. Hamarosan megérkezik Szexárdra 2 milliárd forint. Konfliktus a láthatáson. Gyermekeit ment meglátogatni a lövöldöző. Decemberi tavasz, a kártevőknek kedvez a meleg időjárás. Adomány, a gyöngi iskolások a kórház rászorultjait segítették. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Közel 2 milliárd forintot fordíthat térségfejlesztésre Szexárd. A pénzt a Paks 2 beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális, oktatási és egészségügyi fejlesztésekre fordítja a város önkormányzata. A pénzből mások mellett útépítések és az úthálózat fejlesztése valósul meg Szexárdon és a közvetlen közelében. Például elkészül a város új elkerülő útja, de a tervek között mások is szerepelnek. Ennek a csomagnak részére a Keselyűs útnak a teljes felújítása, kerékpár úttal történő kibővítés egész ki a Keselyűsig, Mátyás Király utcai vasúti átjáró megnyitása és az Obi körforgalomnak a kibővítése, valamint a temetői feltáró útnak a megépítése az alsóvárosi temetőnél, hiszen a temető bővítés már megkezdődött. Az egészségügyi alapellátást is fejlesztik a közel 2 milliárd forintból. Orvosi rendelőt építenek és befejezik az új ügyeleti központot, de óvoda és iskola fejlesztésre is jut a támogatásból. A Szőlőhegyen végre a meglévő óvodának a felújítása és bővítése is meg tud történni. A harmadik nagy fejezet pedig a szociális ellátórendszer, az pedig nem jelent mást, mint magának a bölcsődei rendszernek a bővítését és a korszerűsítését. Itt is kiemelném, hogy Szőlőhegyen ennek a forrásnak köszönhetően egy teljesen új bölcsődét fogunk majd építeni. Valamint befejezik a Baka István és a Dienes Valéria általános iskolák energetikai korszerűsítését is. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter azt mondja, fontos szerepet szánnak Szexárdnak, ugyanis közös érdek, hogy a város és a régió is fejlődjön. A miniszter szerint a Tolnai megyeszékhelyen épülő iparterületi útnak köszönhetően például az ott működő vállalkozások könnyebben jutnak el majd Paksra. Mi ebbe a várossal mindig jó partnerségre törekedtünk, akár az 1-4 blokk kapcsán, akár most is a bővítés kapcsán. Mi bízunk benne, hogy ez a közös együtt gondolkodás gördülékenyen fog ezután is zajlani. A tervek között az is szerepel, hogy Szexárdon 200 lakást építenek. Lövés dördült Bátaszéken a minap. Egy 35 éves tolnai férfi érkezett gyermekeiért volt feleségéhez, ám összevesztek és a férfi bántani kezdte egykori feleségét. A nő segítségére siető férfira többször rálőtt egy gázriasztó pisztollyal. A férfi tettéért több év börtönt is kaphat. Megrázta az országot, hogy megfojtotta két gyermekét egykorában éppen a felesége ellen gyilkosságot megkísérlő férfi Győrben. A férfi tettét követően öngyilkos lett. A járás bíróság még a nyáron szüntette meg a férfi szülői felügyeleti jogát azzal, hogy jogosult a gyerekekkel való kapcsolattartásra. Ezt a döntést az ügyész tudomásul vette. Varga Judit igazságügyi miniszter vizsgálatot kezdeményezett, hogy kiderüljön, a konkrét tragikus esetben mulasztott-e bármelyik állami szerv vagy annak alkalmazottja. Bátaszéken is történt egy incidens. Lövés dördült a minap ezen ház előtt. Itt is a láthatás fajult tetlegességig. Egy tolnai férfi érkezett meglátogatni gyermekeit, volt felesége ugyanis elköltözött tőle a gyerekekkel együtt, és a barátainál húzta meg magát. Amikor azonban a családapa megérkezett, volt feleségével összeszólalkoztak. Melynek az lett az eredménye, hogy az asszonyt el is kezdte rángatni. Ekkor a hölgy segítségére sietett ismerősének férje, akire a férfi kettőször egy gázriasztó fegyverrel rá is lőtt, aki egyébként könnyű sérüléseket szenvedett a baleset kapcsán. A 35 éves tolnai férfi és a nő segítségére siető ismerőse dulakodni kezdtek. A meglőtt férfi megpróbálta lefegyverezni az erőszakos családapát, közben a helyszínre értek a rendőrök is, és elfogták az elkövetőt. A férfit elfogását követően előállították a szexádi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki felfegyverkezve elkövetett garázdosságbüntet, valamint súlyos testi sértés büntet kísérletének elkövetése miatt. A férfi az ügyben elsődlegesen vallomást nem tett. Úgy tudjuk, a férfi korábban is viselkedett már erőszakosan. Mostani tettéért és a gázriasztó pisztoly engedély nélküli használata miatt
több év börtönt is kaphat. Évértékelő ülést tartottak a Tolna megyei baleset megelőzési bizottság tagjai. Az ülésen felszólaló szakértők arról beszéltek, hogy idén jelentős mértékben csökkentek a halálos balesetek, ám a legtöbb ilyen még mindig a biztonsági öv használatának hiánya miatt következik be. Drasztikus mértékben csökkentek Tolna megyei útjain a halálos balesetek idén 2018-hoz képest. Még tavaly 20 történt az országnak ezen a részén, addig idén az első háromnegyed évben 7. Bár a tragédiák száma csökkent, tehát még mindig hatalmas az olyan esetek aránya, amikor a nem bekötött biztonsági öv miatt hal meg valaki. Gyakorlatilag az 5-ből 4 esetben azért haltak meg vagy a gépjárművezető, vagy az utas, mert a biztonsági övet nem használták. Tehát ezekben a balesetekben egyértelműen kimutatható, hogy sajnos a hajlandóság a passzív biztonsági eszközök használatára igen alacsony. A legtöbben autóban ülve veszítik életüket, annak ellenére is, hogy a biciklisek és a gyalogosok sokkal védtelenebbek az utakon. Ám a szakember szerint ők egyre jobban figyelnek a passzív biztonsági eszközök használatára. Egyre több a használati arány, egyre kevesebb olyan baleset következik be, amikor tényleg az az oka, hogy vagy a gyalogos, vagy a kerékpáros lakottéten kívül nem használja a láthatóság emellényt, vagy esetleg a világító berendezéseket a kerékpárokon. Tolna megy egyébként még így is a legbiztonságosabbnak számít a közlekedés tekintve, itt történik ugyanis évről évre a legkevesebb baleset. Szokatlanul meleg, szubtrópusi léghullámok érték el Afrika felől Európa belsejét. Tolna megye több pontján is 17 fokig húzott a hőmérő higanyszála. Az emberek többsége örül a tavaszias időjárásnak, a mezőgazdasági gazdálkodók sem aggódnak a termés miatt, bár a kártevőknek kifejezetten kedvez az enyhe tél. Tavaly hóesésben és mínuszfokokban nyitották meg az adventi vásárt Bátaszéken, idén pedig napsütés, zöld előfű és 12 fok fogadott minket a városban reggel. Csak a főtéren felállított karácsonyfa emlékeztette az embert a decemberre és a közelgő ünnepekre. Volt, aki hiányolta a télies időjárást, más kifejezetten örült a melegnek, mert nem kell habatlapátolnia és sokat fűtenie. Nem mondom, hogy normális, mert a normálistól messze van, hát hónak kéne lenni, de ha nincs, akkor ezt kell elfogadni, ez a véleményem. Én nagyon örülök neki, nem kell legalább otthon sok fát tüzelni. A meteorológusok szerint nagyjából 10-15 fokkal van melegebb az 1979 és 2010 között mért átlaghoz képest, de így sem dőlt meg a meleg rekord. Kisbéren ugyanis 1989. december 16-án 20 fokot mértek, Szekszárdon 16 fokig kúszott a hőmérséklet, Tolna megye több pontján pedig 17 fokot is mértek. Kőveri László gazdálkodó azt mondja, a 40 éves adatok alapján, hogy egyre melegebb van Szekszárdon, és az elmúlt években többször fordult már elő, hogy az év utolsó hónapjaiban nem a tél, hanem a tavasz dominált. A 40 év adat sorában 7 olyan év volt, amikor az október, november, december egyfolytában melegebb volt az átlagnál. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes napja, de az ilyenkor szokásos decemberi 1,6-7 átlaghoz képest 3,5-4 fokos havi középhőmérséklet volt. Most ha a mostani állapotot is figyelembe veszük, ha nincs éjszaka fagy, és nappal 15-16 fokon, akkor az azt jelenti, hogy 6-7 fok a napi középhőmérséklet. A szakember azt mondja, a kártevőknek kedvezhet az enyhe időjárás, de a növényekre valószínűleg nem lesz rossz hatással, kivéve ha a nagy meleg után hirtelen fagy jön. Megindulnak a növények valamennyire nerszkeringésbe, akkor egy hideg az tud, különösen a gyümölcsfáknál, tehát a fás növényeknél, mert mi van ilyenkor kint az őszi kalászos. Az őszi kalászos még nem érzékeny. Az előrejelzés szerint szerdán még marad a tavaszias enyhe idő, délután akár 15 fok is lehet. Ajándékgyűjtést szerveztek idén is a Babits Mihály Kulturális Központban. December 18-án este 8 óráig lehet leadni a játékokkal, édességekkel, könyvvel, iskolai eszközökkel, vagy akár higiéniai dolgokkal terelkott csomagokat a Kulturális Központban. A meglepetéseket a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ által pártfogolt gyermekek kapják meg. A közelgő téli szünetben is biztosítja a kormány a rászoruló diákok ingyenes étkeztetéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A szülőknek a települési önkormányzat jegyzőjénél kell jelezniük, ha igénybe szeretnék venni az ingyenes gyermekétkeztetést a téli szünet alatt. Ezzel biztosítani tudják a napi egyszeri melegételt. Az étkezés megszervezése az önkormányzatok feladata, a költségek jelentős részét azonban a kormány fizeti.
A szekszárdi kórház rászorultjait segítették meg a Gyönki gimnázium diákjai. Az iskolások évek óta hozzájárulnak a rossz körülmények között élő ápoltak élethelyzetének javításához. Ötödik esztendeje már, hogy a kórházban jótékonykodnak a Gyönki gimnázium tanulói. A csomagokban kórházi ellátáshoz szükséges ruhanemük és tisztálkodószerek vannak. Néhány éve ők kerestek meg bennünket, hogy a diákok adományt gyűjtöttek, és úgy gondolták, hogy a Tolna megyei Balassa János kórház betegeinek ajánlanák ezt fel. Így kezdődött az első megkeresés, vagy az első találkozás. Ez egy nagyon sikeres gyűjtés volt a diákok részéről, és a pedagógusok ezt a kezdeményezést felkarolták, és évek óta most már adományokkal érkeznek karácsony előtt a kórházunkba. Az első csomagokat maguktól állították össze a gyerekek, már a kórház igényeit is figyelembe veszik a gyűjtés során. Nagyon boldog karácsony! Nagyon szépen köszönjük! A gyerekek ezúttal nem csak a betegekre gondoltak, hanem azokra a kórházi dolgozókra is, akik adományaik kezelésébe is részt vállalnak. A központi szociális munkás hálózatunk az, aki felméri az osztályok igényét, illetve a betegeknek az igényét. Ők azok, akik kapcsolatban vannak a rászoruló betegekkel, és ők döntik el, hogy kinek van erre szüksége, ők viszik, ők jutatják el az osztályokra. A kórház ezúttal rövid programot is szervezett a gyerekeknek, akik megismerkedhettek többek között a műtőblokkban zajló munkával. Azt tartja a mondás, hogy egy világbajnoki címet bármelyik sportágban, illetve szellemi sportban nehezebb megvédeni, mint első alkalommal megszerezni. Aki erre képes legalább egyszer, az beírta magát a sportág történetébe. A szekszárdi Rádió Amatőr Klub versenyzője erre volt képes a rádióforgalmazás verseny kategóriában 2017-ben és az idei világbajnokságon is. Weiss László révén immáron kétszeres világbajnoka van a magyar viszonylatban évtizedek óta meghatározó szekszárdi rádióamatőr sportnak. A klub elnöke mindenese versenyzője már akkor is jeleskedett a rádióforgalmazás versenyszámban a világversenyeken is, amikor még a technikai feltételek Szekszárdon messze elmaradtak a nemzetközi átlagos színvonaltól is. 2007 ilyen szempontból is áttörést hozott a szekszárdi Cserháthegyi bázison. Az utóbbi 5 évben volt már az a lehetőség, hogy olyan színvonal lett az állomás, hogy nemzetközi eredményeket is lehetett elérni. Technikailag nagyon sokat fejlődtünk, és ez hozzájött az is, hogy az a hely, ahonnan rádiózunk, most a Cserháthegy, ez egy adottság szempontjából is egy nagyon jó hely. Az országban az egyik legjobb hely, ahonnan lehet rádiózni. Érdekes egy ilyen világbajnokság. Egy megadott időpontban, például a rádióforgalmazás kategóriában, 120 ország képviseletében 250 versenyző a saját bázisán kapja naphosszan, folyamatosan a különböző feladatokat, amiknek a megoldását feltöltik a versenyzők. Számítógépes robotok leellenőrzik az eredményeket, sőt, van egy versenybizottság, aki szintén leellenőrzi, végignézik a hangfelvételeket, végighallgatják, amiket beküldnek a versenyzők, hogy a versenytisztaság az minél jobban biztosított legyen. Tehát így egy több hónapos procedúra után mondhatja az ember, hogy igen, megvan a végeredmény, ez olyan 4 hónap körülbelül. A világbajnokság ünnepélyes helyszíni eredményhirdetését Magyarországon történelmi helyszínen az esztergomi érseki palotában tartották, ahol átvehette második világbajnoki címét a szekszárdi rádióamatőr, aki ezek után triplázásra készül. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Több mint 700 ezer forintból 598 rászoruló gyermeket ajándékoztak meg, mozi jegyet kaptak a rászorulók. Adventi vásár és önkormányzati ajándékok, Gödrén járt a Mikulás. Étel, ital, jó hangulat, sült kolbásszal, rétessel várták a bikali vendégeket. Hátrányos helyzetű gyerekeket ajándékoztak meg a Baranya megyei kormányhivatal munkatársai. Idén először indult útjára az a kezdeményezés, melynek keretében mozi jegyet adományoztak a rászorulóknak. A hivatal minden dolgozója 2-2 jegyet vásárolt, melyhez természetesen pattogatott kukorica is járt. Gyülekeznek a gyerekek a pécsi Uránia mozi jegypénztáránál. Hétfőn délelőtt ugyanis meglepetéssel készültek a Baranya megyei Gyermekvédelmi Központ által működtetett nevelőszülői hálózat családjainál gondozott kicsik számára. Bálint izgatottan várta a vetítést. Jó, izgalmas, várom, hogy kezdődjön.
Nagyon jó lesz. A mozi élményt a Baranya megyei kormányhivatal 682 munkatársa ajándékozta a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Mint azt a hivatal főigazgatója elmondta, számukra is egy új kezdeményezés ez a fajta jótékonykodás, de minden dolgozó szívesen vett részt benne. Minden kollégám kettőtöknek a jegyét kifizette, tehát egy kollega két jegyet is fizetett, és azt gondoltuk, hogy a mozi nem igazi pattogatott kukorica nélkül, ezért ez is jár a jegyhez, amit gondolom, hogy szintén szerettek, mert kint az előtérben már egyből megcsapott az illata, meg ami ezzel jár, úgyhogy ez az igazi mozi feeling, ez azt gondolom, hogy meg lesz a mai napon. Az összegyűjtött több mint 700 ezer forintból 598 rászoruló gyermek kapott lehetőséget arra, hogy részt vegyen ezen a vetítésen. Bíró Andrea szerint nagyon jó ötlet ez az akció. Egy általam nagyra tisztelt kollégámtól megkérdezték, hogy mi az, aminek ti nagyon örülnétek, amire nektek valójában szükségetek van. A kollégám nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy az elfogadásra. Én azt gondolom, hogy a kormányhivatal kollégáitól ezt kaptuk, elfogadást, minden mellé még szeretetet és egy nagyon-nagyon kellemes délelőttöt. Viszonzásképp egy a gyerekek által készített ajándékcsomagot adott át az intézményvezető a Baranya megyei kormányhivatal részére. A köszöntők után a gyerekek a Yeti kölyök című mesefilmet nézhették meg az Uránia moziban. Különleges osztályéneklési versenyt rendezett a PTR Deák gyakorló. A már hagyományos dalos napot ugyanis ezúttal a Romhányi aulában tartották, amelyre az Omega együttes is ellátogatott. A zsűrizés után a 40 éves pécsi Omega fanklubnál vendégeskedtek a zenekar tagjai. A PTR Deák gyakorló alsó és felső tagozatos osztályai egyaránt megmutatták énektudásukat az úgynevezett dalos napon, ami most több szempontból is különleges volt. A kötelező dalokon kívül ugyanis plusz egy-egy Omega slágerrel is készültek az osztályok és a pedagógusok, ráadásul a legendás zenekar is ellátogatott a rendezvényre. Benkő László, az együttes billentyűse pedig a zsűrizésben is részt vett. A tagok köztudottan nem rendelkeztek zenei előképzettséggel, de vajon szerintük mennyire fontos a zenei nevelés? Nagyon korán nem tudom. Akinek ez lenne a hivatása, tehát van egy elszántság benne, annak biztos. De a későbbiekben én azt mondom, hogy egy valamilyen hangszeren és esetleg énekben egy alapszintű tanulás nem áll. De ezt én mondanám majdnem minden művészeti ágra, hogy egy picit belepróbálni, mert végülis a művészetek adják a legnagyobb érzelmi és hangulati alapot. Az osztályéneklési verseny célja a hagyományőrzés és a közösségépítés volt, melyen egy vendégkórus is fellépett. A versenyszellemet is erősíti, de azt gondolom, hogy sokkal nagyobb ereje van abban, hogy a deákosok együtt vannak, egy délelőttön közösen énekelnek, közösen együtt gondolkodnak a zenéről, és ami fontos a mai napban, hogy egy olyan együttes a vendégünk, aki bebizonyítja azt, hogy kor nélküli a zene, és akár korosztályokon átívelő egy-egy dal, egy-egy hangjegy. Az osztályéneklési verseny ötlete 2005-ben született meg, és a rendezvény azóta az intézmény egyik legnagyobb közösségi eseménye lett. Sajnos felső tagozaton csak heti egy énekóra van, alsósoknál szerencsére kettő. Ebbe én próbálok mindig belevinni minden olyat, ami az őskortól napjainkig megtalálható, tehát a reneszánsz művektől az Omegáig mindent. A zsűri értékelte a dalválasztást, az éneklés tisztaságát, a szövegtudást, az összhatást, a koreográfiát és a nevezési lapokat is. Így kaptak az osztályok arany, ezüst, illetve bronz minősítést. Az osztályéneklési verseny értékelése után a diákok beszélgethettek az Omega együttes tagjaival, és megmutatták nekik azt a tárlatot, amit a híres rockzenekar relikviáiból állítottak össze. Adventi vásárt és Mikulás ünnepséget tartottak Gödrén, a település közösségi házában gyermekműsor tartottak, majd következhetett a csomagok osztása. Az adventi vásáron pedig a gyerekek saját készítésű tárgyaikat árulták. A bevételből az osztályokat, közösségüket támogatják. Összesen 65 óvodás és iskolás él jelenleg Gödrén. Gyerekek és szüleik kínálták portékáikat az adventi vásáron szombaton Gödrén. Legtöbben saját készítésű tárgyakkal érkeztek a jótékonysági akcióra. Papírcukorbot, ilyen karácsonyfás dísz, meg pingvin, meg ilyen képeslapos szarvas, meg mézes kalács, meg ilyen gyertyatartó, meg
Van még ilyen csillag, de csak azt már vettük meg, szaloncukorral készültünk még. Ilyenkor érkezik a településre az önkormányzat Mikulása is. Óvodásoknak, iskolásoknak csomagot ad át, és zömében az óvodások és az iskolások készülnek különböző ajándéktárgyakkal, amelyet aztán hát ilyen becsületkasszás alapon adomány fejében értékesítenek idézőjelben, és ugye az osztályközösségek azok kirándulásra, meg egyéb ilyen közös élményre fordítják. Csoportosan jöttek az óvodások, iskolások, mivel december 14-én munkanap volt. Így az oktatási intézményből jöttek az ünnepségre. Először egy báb előadást láttak, majd megérkezett a várva várt vendég. Szervusz, kedves iskolás, fogva helyet közöttünk! Majd jöhetett az ajándékcsomagok osztása. Gödrén összesen 65 óvodás és iskoláskorú gyermek él, ők kaptak ajándékot. Adventi kavalkád elnevezéssel rendezik meg azt a vásárt Bikalon, amit a település német önkormányzata szervez. Ilyenkor helyi termékekkel, étellel, itallal várják a bikaliakat. Mindez kulturális programokkal összekötve a központi parkban. Sercegve sülnek a kolbászok az adventi vásárban Bikalon. A település önkormányzata ezzel a finomsággal kedveskedik a kilátogató helyieknek. Először volt ilyen, hogy falusi disznótoros, akkor egy ilyen levágtunk közösen egy disznót, és akkor meghívtuk a falu lakosságát egy ilyen kis disznótorosra, hurkakolbász, sült hús, ilyesmi volt. Aztán a végén ez ment egy olyan jó pár évig, ez olyan 8 évig körülbelül ment. Aztán itt akkor jött egy új kezdeményezés, ez az adventi vásár, és akkor úgy gondoltuk, hogy az adventi vásárhoz kapcsolódunk hasonlóan, és akkor egy ilyen kolbászsütéssel kapcsolódunk ez a fantasztikus programhoz. Bajor kolbászt és hagyományos piros paprikást kaptak ingyen a bikaliak a települési önkormányzat pultjánál. Az adventi vásárt már 4 éve a helyi német kisebbség önkormányzat szervezi. Helyiek és környékbéliek, akik eljönnek erre az eseményre, és a saját portékáikat, saját áruikat árulják, valamint a bikali civil szervezetek, például a nőklub, akik itt kipakolnak, és egy kis zsíros kenyérrel, meg is tejával kedveskednek itt a vendégeknek. A német önkormányzat az általában forralt bort szokta csinálni, mint most lehet is látni, egyébként már készül, és az idei évben először ilyen meglepetésszerűen rétes sütöttünk, és azzal fogunk itt a vendégeknek most kedveskedni. A forralt borhoz pedig ilyen bögréket vásárolhattak azok, akik támogatni szeretnék a német önkormányzatot. Az adventi vásárra kulturális műsort is szerveztek. Bikalon jelenleg 750-en élnek, akik közül sokan kilátogattak a vásárra. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Térségfejlesztés. Hamarosan megérkezik Szekszárdra 2 milliárd forint. Konfliktus a láthatáson. Gyermekeit ment meglátogatni a lövöldöző. Decemberi tavasz. A kártevőknek kedvez a meleg időjárás. Adomány. A gyöngyi iskolások a kórház rászorultjait segítették. Szerdán legyengül az eleinte élénk délnyugati szél. Még marad a szokatlanul enyhe idő. Délelőtt többnyire felhőségbolt lesz jellemző, de délután elvékonyodhat a felhőtakaró, kisüthet a nap is átmenetileg. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Viszontlátásra!